Barsi Csaba vagyok, egy kisgyőri fiatalember, a Pikke kutatásra adtam a fejemet, és ebből az a summázat jött ki, hogy ezek a Pikke gombok, ezek már igazából régi, nagyon-nagyon régi használati eszközök, egészen a vaskorig találhatunk nyomait ennek, akkor veretekként, és majd később gombokként jelennek meg a Kárpát-medencében. Ezt a zsinórozott időszakot teljesen azonosnak mondhatom a bársony mellények időszakával. Több vidéken lehet találni olyan bársony mellényt, amit a viselet megőrzött, tehát a paraszt viselet megőrzött, és már ugyanúgy a fénygombokkal díszítettek, ékesítettek, és használtak egészen a 20. század első feléig. Mutatok még egy gombot, ahol, vagy mellényt, ahol a filigrán gombokat lehet látni. Ez egy felvidéki mellény, ott a magyarság azzal szerette volna mutatni, hogy ő elválik a többi nemzettől, hogy nagyon sokszor ezüstgombos ruházatban jelent meg, és igenis úgy gondolták, itt vannak ezek a nagyon szép filigrán gombok, hogy őt valamivel szeretnék a magyarságukat érzékeltetni, és pont ott nem a státusz és nem a foglalkozást mutatta, hanem azt a hovatartozást. Láthatóan egy tehetősebb pásztornak a mellénye lehetett. Azért gondolom, hogy tehetősebb, mert általában a számadó pásztoroknak volt ennyire sok gombja, általában a számadó pásztoroknak volt ilyen nagyméretű gombsora. Először mutatnám a zsinórozott mellényt, a sújtáson zsinórozott mellényt, aminek a háta, illetve az eleje is nagyon-nagyon-nagyon díszes, és nyilván ott van a pikkes sor, ami pedig az ékessége, de egy pillanatra megmutatnám, hogy igazából a belseje is mennyire ékessége. Nyargolással van díszítve a vendéggombnak a tartója, ez volt az, amiről az előbb beszéltem. Nyilván nyargalással van díszítve a bélelése is. Van nyargalással díszítve nagyon szép ornamensekkel, és pikkével van díszítve a mellény eleje. Nagyobb gombokat gombolásra, kisebb gombokat csak díszítésre használhat az, aki a rekonstrukciót elkészítette. Rácz Erika vagyok, ötvös népi iparművész. Most kétféle gombot fogok elkészíteni. Az egyik az a hagyományos alföldi csecses pitike gomb, a másik pedig egy filigrános, díszesebb gomb. Gombkészítésnek az első munkafázisa az, hogy a két félgömbjét fogom először kiszabni egy lemezből, utána pedig kikalapálni ilyen félgömb alakúra a terítéket. A körzön már beállítottam a pontos méretet, amiből majd egy 14 mm átmérőjű félgömböt fogunk kapni. És egy lombfűrésszel fogom kifűrészelni. Ezt egy kis reszelővel megigazítjuk a szélét, hogy azért nagyjából kerek legyen.
Mielőtt elkezdem majd kidomborítani, egy kicsit kilágyítom ezt a lemezt, hogy könnyebb legyen ez a domborítás. Ilyenkor vörös ízzásig felmelegítem. Amikor már mindkét ilyen lemezemet kifűrészeltem és előkészítettem, akkor következik a domborítás. Amikor készen van, két ilyen félgömbünk megvan, akkor ugye ennek a gomnak még szüksége lesz egy fülre, egy ilyen fülre, amivel felfűzzük, és egy díszítésre magára a tetején lévő keresetben ezt mutatom. Magát a kis virágot, azt, hogyha sokszor kell előállítanunk, ugye sok példányban, kézzel, akkor érdemes egy ilyen kis sablont készíteni hozzá. Ezt én is elkészítettem előre. És akkor ez alapján fogom felkarcolni a körvonalát a lemezre. Amikor ez megvan, akkor ugyanúgy kifűrészeljük a kis virágunkat, mint ahogy a körlap terítékénél tettük. Amikor ez a kis virágunk ki van fűrészelve, ugye ezt is meg szoktuk igazítani reszelővel, rajzolatnak megfelelően megigazítjuk. Ahhoz, hogy kövesse a formáját a félgömbnek, ez a virág, ugyanabba a domborító formába egy picit meg kell domborítani ezt is. A gombunk fülének, ennek a fülrésznek, amiben majd bebújtatjuk a bőrszálat, egy lemez csíkból fogok leszabni egy darabot, és abból meghajlítom. A fogok segítségével meghajlítottam ezt a kis csőszeletkét, tulajdonképpen, ami majd a füle lesz a gomnak. És még ami hiányzik, ugye ez a kis gömb, ami a legtetején van, ez egyes gomboknál üreges szokott lenni. Olyankor ugyanezzel a módszerrel, ezzel a lemezleszabással és domborítással egész picike gömböt is elő lehet állítani, és akkor itt meg is van a helyük. Ilyen picike üreges gömböt tesznek a tetejére. Most a mi esetünkben egy kisebb ilyen csecsről van szó, amit úgy állítok elő majd, hogy egy darab húzalt meg fogok olvasztani, és az olvasztás során az egy gömb alakot vesz majd fel. És meg fel is vette a szép gömb alakot. Amikor ez megvan, ez az illesztésnek az előkészítése, akkor összefogom, összeforrasztom az alsó részt, és majd rá a fület. Majd középen legyen minden. És amikor már sikerült ezt a illeszkedési felületet kialakítani, akkor elkészítem ezt a kis furatot a fül mellé. Két felet fogom rögzíteni egymáshoz, egy vas csipesz segítségével. És
akkor ettől kezdve már csak annyi dolgunk van, hogy szép fényessé tegyük a gombunkat, illetve még azt kifelejtettem, hogy a virágunknak a szirmait azt még ki fogjuk alakítani. Ezt követően egy tímsós anyaggal lefőzzük, letisztítjuk a bórax maradványokat a felületről, és már csak a legvégső fényezés következik majd, hát illetve a csiszolás, tehát finomabb csiszolópapírok, és a legvégén egy végső átfényezés, egy polírozás fog majd következni. Egy denaturált szeszes rongyalát törölgetjük, és akkor eltűnik róla a polírpaszta. Hát akkor most egy ilyen filigrános gombot fogunk készíteni. Ez a filigrán, ez tulajdonképpen egy kötélszerűen összesodort húzalt jelent. Abból vannak kialakítva a kis S alakú díszítmények. És annak az első munkafázisát fogom most megmutatni. Megvan a két vékony kis húzalom, illetve ez tulajdonképpen egy húzal, amit ketté hajtottam. És befogom az egyik végét. Az egyik végét befogom egy satúba. Akkor a másik végét pedig egy ilyen kis kézi fúróba, aminek a végére egy kis kampót teszünk. És így, mint a kötelet tulajdonképpen, ugyanúgy, csak itt két szálból összesodorjuk. Lehet több szálból is ilyen sodronyokat készíteni, díszes sodronyokat is. Ez most egy egyszerű két szálból előállított filigrán szál lesz. Ezt a lehető legjobban össze kell tekerni, hogy szinte egymáshoz tapadjanak, és akkor a végén már onnan lehet is tudni, amikor már elszakad, elengedi, akkor biztos, hogy már annyira összetekeredett, hogy már nem fog szétválni, amikor meghajlítjuk, mert ezt a szálat fogjuk tovább hajlítani. Itt egy ilyen virágszerű formát fogunk előállítani, és ehhez is, hát így tapasztalati úton előre elkészítjük, leszabjuk az alkatrészeket. A hosszúságukat azt így egy-egy darabon előtte lemérjük, leteszteljük, és utána azt vissza szoktam egyenesíteni, és akkor az alapján szabom le a többi alkatrésznek a hosszúságát, és akkor biztos, hogy egyforma elemekből fog felépülni. A külső szirmokat, azokat sima húzalból készítem, mert az egy jobban, kopásnak jobban kitett felületnél, annál jobb, hogyha egy sima húzalból van. A sodrony, ha megkopik, akkor utána már az látványosabban kopik. Hát leszaptam a külső szirmoknak az alapanyagát, utána pedig ezeknek az S formáknak fogom az alapanyagát leszabni. És ezt speciális fogók segítségével meghajtogatom. És közben elő is készítem őket majd. Összefogom majd a végén ugyanúgy forrasztani. Úgy megkalapáljuk.
Ugye erre is teszünk egy kis gömbdíszt a felső részére, az alsó részére pedig egy fület. Így néz ki, amikor már megkapta ezeket az alkatrészeket. A teteje és az alja, illetve középre tettem még egy sodronyt, ezeket így külön-külön összeforrasztva, legvégén pedig ugyanígy egy csipesz segítségével rögzítjük óvatosan, ne legyen nagy nyomása a csipesznek, és ugyanígy összeforrasztjuk a két gömböt.